Babainé Mikó Beáta neve nem ismeretlen a kiállítás látogatók körében. Korábban két csoportos, a Babaház és a Tavaszi Öltögető címet viselő tárlaton mutatkozott be textilből készült kézműves munkáival. A jelenlegi önálló kiállításán újabb alkotói oldaláról ismerhette meg a közönség. Az arcképek festésének története a Covid idejére nyúlik vissza. Babainé Mikó Beáta belevágott egy 30 napos kihívásba, amikor minden nap megfestett egy-egy arcképet. Amikor véget ért a kihívás, nem hagyta abba a festést, hanem egy jobb agyfértek és rajztanfolyam elvégzésével továbbfejlesztette tudását. A fotók alapján a több rétegű vízfestési technikával készült portrék önmagukért beszélnek. Kifejezéseket tükröznek, külső és belső szépséget jelenítenek meg, karakteres vonásokat hordoznak, egyediségükkel elgondolkodtatnak. Aki ismer engem, azt tudja, hogy nagyon szeretek alkotni mindenféle technikában, és nagyon sokféle technikát kipróbáltam már, és tényleg így kezdődött ennek az oldalamnak a fejlesztése, hogy a technika elmondta. Kérdezhetnétek, miért éppen az arcképek. Nagyon érdekelnek az emberek engem, és minden emberben megpróbálom megállni azt a szépséget, azt az egyediséget, ami különlegessé teszi. A tárlat 44 arcképet vonultat fel különböző tematikák mentén rendezve, amely szeptember 14-ig látogatható.